Tél bennünket, megváltottál, kiszabadítottál, hogy a tiéd lehessünk. Teljesen elkötelezzük magunkat, Uram, melletted. Tudatában vagyunk, hogy nélkül senkik vagyunk, semmik. Köszönjük, hogy olyan embereket, mint mi megkerestél. És a legnagyobb kincset helyezted bele önmagadat. Értéket adtál. Új identitást. Csodálatos uram a te munkád, a te műved. Nem bírunk eleget hálát adni azért a csodálatos mesterművedért, amit végeztél életünk a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy elküldted a te vigasztaló szellemedet, hogy megerősítsen, győztessé tegyen, megújítson. Köszönjük, hogy ma is itt vagy közöttünk, és az a kérésem, hogy szólj hozzánk, mindenkinek ismered a szükségét. Külön imádkozok azokért, akik meglankadtak, elfáradtak, ki kell pihenjék a szabadságukat. Erősíts meg őket, Uram! És add meg, hogy a te csodálatos jelenlétedből mindenjön profitálni tudjunk, ki tudjuk, át tudjuk venni azokat az áldásokat, amiket ma reggel is nekünk készítettél. Senkit ne hagyd ki, Uram. És ha betegekért is imádkozunk. Látod, Uram, hogy vannak nagyon súlyos betegek, kétségbe setten kiáltanak hozzád. Kérünk, Uram, hogy gyógyíts meg. És külön imádkozok az én kedves testvérünkért, aki a kórházban van most, hogy gyógyíts meg teljesen. százalékos gyógyulás szólunk neked. Jézus vére mosson meg téged, sejteit tisztítsa meg, és minden gyuladást tartson távol te tőled, és állítson a talpa téged. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas tevében. Isten gyógyító ereje, jár körbe. Köszönjük, Uram, hogy a te kezed nem rövidült meg. Te ma is a csodák Istene vagy. Ma is hatalmas vagy arra, hogy sorsokat változtass meg. Arra is hatalmas vagy, hogy testeket gyógyíts meg. Nincs neked lehetetlen, helyreállítás Istene, hatalmas Isten, állíts helyre azt, amit az ördög elrontott. Köszönjük neked, Uram, hogy te tegnap, ma és örökké ugyanaz a csodálatos, fenomenális, csodálatos, hatalmas, dicsőséges Isten vagy. Mi pedig a te gyermekeid, a te lépednek lehegőid, a te legelőid juhai vagyunk. Köszönjük neked a Jézus nevében. Ámen, ámen, ámen. Köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében nagyon nagy tisztelettel és szeretettel és mielőtt helyet foglaltok, nem hullassatok el egymást, nagy szeretettel, tisztelettel köszönteni, legalább két-három a személyt keres, akinek ma még nem tudtál köszönni, és fejezd ki a feléje a tiszteletedet, a háládat, és mondd el neki, hogy milyen jó, hogy itt van, és te áldja meg azokat is, akik szabadságon vannak, köszönjük őket, bárhol is vagytok, az Úr áldjon meg titeket, a tengerpartról követtek bennünket, akkor az Úr őrizze meg benneteket is, és adjon jó pihenést. Akik pedig úton vannak, őket őrizze meg az Úr, akik pedig hazajöttek, azokat is frissítse fel az Úr, hogy túl tudják, fel tudják dolgozni a szabadság okozta trómákat. Tudjátok, hogy nincs jobb hely, mint az Úr jelenléte magyar el a szomszédod, nincs jobb hely. Szép a Riviera, szép a tengerpart, de az Úr jelenléte a leges legjobb hely. És ma az a kiváltságban van részünk, hogy mit tehetünk. Még egy-két Könyvre engedjétek meg, hogy hívjam fel a figyelmeteket, nagyon megrázó könyvet tartok a kezemben, és meg is hatottam Billigremnek, ahol én vagyok. Hogyan juthatunk a mennybe? Szenzációs. Azért, érdeme, azért a szememben nagyon nagy ember a Billigrem, 90, Hat évet ért, ha jól tudom, és töretlenül millióknak hirdette az evangéliumot. És a pályát úgy fejezte be méltó módon, nem törésekkel. Ha jól tudom, a, könyv, a 90 éven felül még több követésért. Nem kiment a Jedi temetőbe, próbálja ki a sír, sírját, hogy befér vagy nem. Tudok olyan, aki 70 évesen elment a Jedi temetőbe, Kriptát vágatott, és be, belefeküdt, hogy próbálja ki, hogy szorítni fog, vagy nem. De van, aki meg követi, evangelizál, és az ige azt mondja, hogy nézzetek azok az életük végét. Mindig egy embernek a, az értékét az, ég, az élete végén kell lehet. Bevallom, őszintén nem olyan rég láttam egy előadást, fel is háborodtam jól. Fiatal ember osztotta az észt a házasságról. mondom belegen majd ha 150 éves lesz, meghallgatlak, az úr meg. Nagyon fontos, hogy korrektek legyünk magunkhoz is. És a gyermeknevelésről nem, és nagyon sok tanácsot lehet olvasni, de komolyan mondom, a legjobb tanácsokat az interneten azoktól olvastam, akinek nincs gyermeke. Nagy tisztelettel ne sértődjetek meg rám, de ha nincs gyermeked, ne írjál a gyermeknevelésről, mert azt hiszem, hogy nem tudod, hogy mi az. Ez nem azt jelenti, hogy a szülők, akiknek a gyerekeik csintalanok, vagy hogy is fejezzük ki szépen, életre valók, és örökölték az apjuknak a tróger természetét. Vagy nem tudnák azt. A nagy kérdés, hogy hogyan lehet segíteni ebben az állapotban. Hogyan tudod erősíteni a hitét, hogy ebben a gonosz világban megmaradjon. Ide kell a tudás, és ez azt gondolom, hogy itt nagyon jól jönne, de itt ezen a fejezeten legtöbben némák. Vagy olyan ostobaságokat tanácsolnak, amit tudjuk, hogy nem is működik. Úgyhogy, ha valamit tehetsz, ha látod, hogy valakinek a gyermeke nem az úrba jár, tudod, mit tegyél? Vonulj be a belső kamrádba, mint Ábrahám, emeld fel a kezédet, és kiálts az úrhoz. Az Isten valakit a szívedbe helyezett, nekem is vannak ilyen személyek. Nem is értem, hogy miért. Emmának is van egy pár ilyen személy, ő úgy imádkozik értük, mintha az ő gyermeké volnának. Pedig nem az övé, de kell imádkozni. Érzed, hogy az urát helyezte. Lehet az élete függ tőle, és kritikus pillanatokban lehet, hogy pont a te imád lesz az, ami átlebenti. Soha nem mondjál le senkiről, de mondom, hogy ilyen könyveket olvashatok, akik nem csak elkezdték. Most Birigremnek a fia járja a világot, és százezreknek e, e, Ez már valami. Úgyhogy én, ha lehet, majd ezt a követ elkonfiszkálom, és ha megyek szabadságra, akkor remélem tudom olvasni. Még egy könyv, ezt azért nem tudom letenni, mert az életemben egy nagyon nagy áldást kaptam ebből a könyvből, és kedvenc eh, eh, írom. Kenneth Hégen A kutfő és Folyamok. Szenzációs könyv. Szenzációs könyv. A hitnek egy olyan... Forrása sugárzik ebből az emberből, egyedülálló. Nem erőlködik, de ha elolvasod ezt a könyvet, állítom neked, állítom neked anyagilag más szintre jutsz. Mert a hip hallásból van. Minden lehetetlen. Ami most nekünk lehetetlen a fizikai világban, a szellemi világban ez megvan. Az úrnál megvan a láthatatlan világból áthozni a láthatóban, ez a nagyobb dolog, de ennek az a csatornája nem más, mint a hit. Azt mondja maga Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki itt minden, tehát nincs, nincs akadály. A csatornával esetleg van gondunk, vagy lehet gondunk, de ne legyen gondunk. Úgyhogy ajánlom a figyelmetekben és még valamit, hogy akik nem mentetek még szabadságra, a Bibliát is figyeld magaddal nem akarnak kiesztegetni. De meg tud tanítani az Isten, hogy Bibliát olvasta, hogy még éjszaka is olvasod. De azt a Biblia iskolát ajánlom, hogy került ki. Inkább jó kedvünkből, háladással, örömmel keressük az Urat, mert Izraelnek volt, van egy a 119. Zsoltár, a kedvenc Zsoltár, gondolom sokan szeretitek, a legcsodálatosabb Zsoltár, és ott végig van egy gondolatmenet vezetve. Amikor ezzel jól ment, amikor neki jól ment sorsa, elfeledkezett az úrról. Bajba volt, kiáltott az úrhoz. Megint jól ment sorsa, megint elhagyta az urat. És erről ez a hullám képviselte ízlet. Na de minket ne ez a hullám képviselje, hanem az új hullám, a szerzetelem hulláma, az öröm hulláma ezzel az oldalon is láttak, túl, túl, szomorúak vagytok, hogy addig nem is adom át a mikrofon senkinek, nem is peridikációm, amíg az Úr örömet nem látom az arcotokon. Mert megmondjuk együtt, mert Isten országa nem evés, nem ivás. Dani, köszöntök szeretettel örülünk, hogy itt vagy újra. Hanem igazság, békesség és szent való, fú, barát, én lefilmeznek még egyszer, ezt így elmondjátok. És Szent által való öröm. Remélem, nem mindenki citromlevet ivott reggel, de az se baj, ha itt áll, de így áll rá sok mézet. És akkor mindjárt üde vagy. Mond a szomszédonak, hogy van miért örüljél. Hidd el, van miért örüljünk. És nagyon nagy dolog, hogy élünk, nagyon nagy dolog, hogy itt vagyunk, és hiszem, hogy az Úrnak van ma hozzánk szabad, de nem szeret, mielőtt az Isten ígét meghallgatjuk, szeretnék köszönteni körünkben egy, egy, nagyszerű nyíregyházi csoportot. Kérlek, hogy álljatok fel, és tapsal köszöntsük őket. Isten hozott benneteket. És az volt a kérésem, hogyha Attila lennél olyan kedves, hogy egy pár szóba köszöntsed az egybegyűlteket mégiscsak tapsal köszöntjük őt, sem szeretettem szeretettel, te hozott. Nem nagyon ismernek így szemtől szembe, biztosan találkoztunk valahol még, de valahonnan te ismersz, hogy ide jöttél. Úgyhogy mondja nekünk egy pár szót, hogy hogy is jártok, mi, mi áradba vagytok Erdélyországban. Először is szeret, Kassai Attila vagyok, házáról jöttünk a kis csoporttal. Először is szeretném Szeretnénk megköszönni a lehetőséget Sándornak és a gyülekezetnek, hogy eljöhettünk, hogy részt vehetünk egy alkalmon. Másodjára szeretném tolmácsolni Szaniter Zoltán pásztorunknak az üdvözletét, és üdvözli Sándort is és a gyülekezetet is. Az apropója ennek az, hogy rendszeresen szoktunk, vezetek egy imacsoportot a gyülekezeten belül, és rendszeresen imádkozunk Erdélyért, az erdélyi ébredésért. Nem hiszem, hogy van olyan gyülekezet itt, aki, aki ne tudná, hogy ki az a Fodor Sándor nálunk. És e, rendszeresen imádkozunk, és a testvérek sarokba szorítottak, hogy hát még kettő kivételével nem jártak Erdélybe. És mondtam, na akkor elmegyünk, és itt fogunk Erdélybe imalkalmakat rendezni. Egy hete vagyunk itt, holnap indulunk vissza. Ez a fénypontja a kirándulásunknak. És minden reggel imával kezdtünk, mi hoztunk magunkkal Bibliát, természetesen is forgatjuk is. És egy ima alkalom után megkérdezték tőlem az egyik testvér, hogy mondja már, már el nekik, hogy mi a különbség a magyar és a székely között. És mondtam nekik, hogy egyszerű, olyan, mint a magyar, csak egy kicsit jobb. A most... amúgy hazajöttünk, teljesen otthon érezzük magunkat, ilyenkor odavágják nekem, hogy te nem is székely vagy parciumi, ugyanis Szatmáron születtem, Szatumáre, sokan ismeritek, nem szabor Szatmár, hanem Szatumáre, Ceausescu előtt szöktem ki, még a Ceausescu rendszerbe Magyarország, és azóta ott élek, családommal, stb. De ha visszamegyek és megkérdezik a testvérek, hogy mi a különbség a Marosvásárhelyi gyülekezet és a nyiregyházi gyülekezet között el fogom mondani, hogy ugyanolyan, mint a mi gyülekezetünk, csak egy kicsit jobb. Köszönöm szépen! Ezt nem kell komolyan venni most az utolsó mondatot, de mi is nagyon, nagyon szeretettel köszöntjük a nyiregyházi testvéreket és a Zoltán Pásztort is. Most pedig szeretném átadni a mikrofont és a lehetőséget fogadjátok szeretettel, Bíró Géza fog szolgálni ma. Fogja szólni az Úr szavát nekünk. Kérlek Géza, amit az Úr a szívedre helyezett. Örülnék, hogyha arról is beszélné, hogy hogy lettél azért megtérve. Én mindig, mindig, annyi szó hallottam, de mindig kíváncsi vagyok, hogy tértél meg. Az Úr áldjon meg. Köszöntelek én az Úr Jézus nevében, és tényleg nagyon jó az Úrnak a jelenlétében lenni hálás vagyok, hogy itt lehetünk melegben, hidegben, és minden körülmények között, és nagyon nagy megtiszteltetés szolgálni az Urat. Tudom, hogy nyár van, meleg van, pont ezért, meg szabadságidőszak van, és hát sok, sokszor ilyenkor nincs idő olvasni a Bibliát, ezért most egy nagyobb részt fogunk felolvasni, hogy bepotoljuk, amit, amit eddig nem tettünk meg. Tehát a Jeremiás 35, 1, 19-ig fogom felolvasni. Az a beszéd, amelyet szól az úr Jeremiásnak, Jójákimnak, Józsiás Judel király fiának idejében mondván, menj el a rékabiták házához, és szólj velük, és vidd be őket az úrházában, a kamarák egyikében, és adj nekik bort inni. És mellém vevém Jaázeniát, Jeremiásnak fiát, ki fia vala, Halbasniásnak, és az ő rokonait, és minden fiait, és a rékabiták egész házanépét. És bevivém őket az úrházában, a hanám fiának, a kamarájába, ki Igdaliásnak, az Isten emberének fia vala, amely a fejedelmek kamarája mellett vala. Mahasiásnak, salunk fiának kamaráján felül, aki az ajtónak őrizője vala. És a rékabiták háza népének fiai elé borral tel kancsokat és poharakat tevék, és azt mondám nekik, igyatok bort, és felelinek, nem iszunk bort, mert Jónadáb, Rékábnak fia, ami atyánk parancsolta nekünk mondván, ne igyatok ti bort soha, se a ti fiaitok, Se házat ne építsetek, se vettést nevessetek, vessetek, se szőlőt ne ültessetek, se ne tartsatok, se ne, uh, tartsatok hanem sátorokban lakjatok teljes életetekben, hogy sok ideig éljetek a földnek színén, amelyben ti jövővények vagytok. És hallgattunk Jonadábnak, a rékebb fiának, ami mi atyának szavára, mindabban, amiket parancsolt nekünk, hogy teljes életünkben bort ne ígyunk a mi feleségeink, a mi fiaink és a mi lányaink se házakat ne építsünk, hogy azokban lakjunk, se szőlünk, se mezőnk, se vetésünk ne legyen nekünk, hanem lakózunk sátorokban. Hallgattunk azért, és azt szerint cselekedtünk, amint nekünk Jónádában mi atyánk megparancsolta vala. Mikor pedig feljöve no Nobukodozor, a babiloni király a földre, akkor azt mondánk, Értek el, menjünk be Jeruzsálembe kádai sereg elől, és a szíriabeli sereg elől, és Jeruzsálemben lakoztunk és szól az úr Jeremiásnak mondván, így szól a seregek ura, az Izrael istene, menj el, mondd meg a Juda férfiának és a Jeruzsálem lakosainak, nem veszitek ki -e fel az intést, hogy hallgassatok az én beszédeimre? Azt mondja az úr, Jóladábnak a rékáp fiának intései teljesedtek, amelyekkel, amelyekkel megparancsolta az úr fiainak, hogy bort ne igyanak, és mindaz mindez ideig nem ittak bort, mert hallgattak az ő atyuk parancsolatjaira, és én is szóltam nektek, szóltam pedig jó reggel, de nem engedtetek nékem, és elküldtem hozzátok minden én szolgámat, a profétákat, és pedig jó reggelt küldém mondván, kérlek, ki térjen meg az ő gonosz útjáról, jobbítsátok meg a ti cselekedeteiteket, és idegen Istenek után ne járjatok, hogy nékik szolgáljatok, és lakozatok a földön, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, de fületeket sem hajtottátok rá, és nem hallgattatok rám. Mivel, hogy Jónádább Rékább fiának fiai teljesítik az ő parancsolatját, amelyet parancsolt vala nekik, a nép pedig nem hallgatta rám, ezért azt mondja az Úr a seregek istenem, az Izrael istene, Ibe, én rábocsájtom Júdára és Jeruzsálemnek minden lakóira, mindaz a veszedelmet, amely szóltam nekik, ezért, mert szóltam nekik, de nem hallották. Kiáltottam nekik, de nem feleltek. A Rékábiták házának pedig mondja Jeremi Jeremiás. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene, mivel hogy ti hallgattatok Jonadábnak a ti atyáitoknak parancsolatjára, eh, és megtartottátok, megtartottátok minden parancsolatját, és úgy cselekedtetek, amint meghajta volt nektek, ezért ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene, nem fogyatkozik el Jonadábnak, a Rékáp fiának, maradéka, aki előttem álljon mindenkor. Amen! Egy hosszabb rész volt, de gondolom, hogy számotokra is sok kijelentést fog adni ez a rész, mert ugye keveset olvasunk a rékabitákról, és igazából kik voltak a rékabiták. A Bibliában nem sokat olvasunk, de mégis Isten számot tartott róluk. És nagyon fontos része ennek a, ennek a történetnek. Jónadáb, akit ugye felhoztak, hogy ő hagyta meg ezt a rendelést, ez a rékabiták őse, a az egy, krónika, az egy krónika szerint Kálepp leszármazottja, tehát egy izraeli népcsoport. Tehát jóval a felolvasott történet előtt ült fenn a Bibliában, abban, amikor Akább fia Jorám uralkodott Izraelben. Jónadáb Istenfélő ember volt, és az Úr szeretete miatt csatlakozott Jéhúhoz, ugye, hogy kértsák a Baal papokat, amit meghagyott az Úr, és ugye az Akáb házának is az Úr megígérte, hogy el fogja pusztítani, Ugye, úgy megjövendölte, mert ugye tudjuk, hogy, hogy Akább és Hézabénak mi volt a bűne, azon kívül, hogy bűnbe vitte a népet, nábot ö, megölték őt is a szőlőért, és az úr azt mondta, hogy pont úgy, fogsz, úgy, fog, úgy fogod végezni, ahogy, ahogy megjövendöltem. És azt látjuk, azért olvasom, azért szólok erre a történetre, mert meglátjátok, hogy ennek nagyon nagy jelentősége lesz. Tehát Jéhu -Jé Izrael egyiknek a vezére volt ö, a, a abban az időben, és Isten kiválasztotta, hogy elküldte a profétát, és azt mondta, menj fel ezt a jéhút, és ő általa fogom véghez vinni azt, amit megígértem a kápházának. És tudjuk, hogy az úr, amit egyszer megígér, azt meg is cselekszi. Úgy a jó dolgokat, mint azokat, amiket sokan nem szeretnének. Tehát Isten, hűséges Isten, Isten, Isten igaz bíró, és ugye azt látjuk, hogy ebben a történetben, Beteljesedett, ő volt az, aki kidobatta jézabel a, a az ablakból, ő volt aki, aki elpusztotta az egész akár leszármazottját. Tehát a most, a most olvasott Ige viszont a Jolyáki Mizrael király idejében történik, tehát Jeruzsálem lakói és Júda folyamatosan bűnbe éltek. Ugye ezek a dolgok általában ismétlődnek, és ha elolvassuk a Bibliát, azon csodálkozunk, hogy Hát hogy lehet, hogy mindig Izrael visszakerült ugyanabba a mederbe, ugyanúgy bűnbe élt, ugyanúgy kezdte előre, és az a baj, hogy a királyunk se volt különb, a király is ilyen volt, hiába küldte Isten e, a profitát, hogy menj el, írt, írt, könyvet is neki, inkább a tűzbe dobta, és nem akarta elolvasni, nem akart tudni semmiről, és a, a királyok együtt bűnbe éltek, és az a probléma, hogy ahol lehet látni, hogy Izraelbe, ahol a király megtért, az egész nép megtért legtöbbször, és ezért van az, hogy egy új kezdetet vette az egész, az egész, történetnek, de azt látjuk, hogy Isten azt mondja, kérlek, ki, ki térjen meg az ő gonosz útjára. Tehát Isten kérlelte a népet. Tehát ezt látjuk, hogy Isten annyira jó, hogy nem az van, hogy egyből jön, és akkor veszi a bunkósbotot, és kész, vége, mindent kicsinálunk, és kezdjük előre, hanem kérlelte a népet, kér, nem veszitek -e fel az intést, hogy hallgassatok az én beszédemre, azt mondja az Úr. Tehát az Úr mindig azt akarja, hogy, 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 hogy kegyelmet adjon az embernek, és az Úr nagyon-nagyon kegyelmes. Ha belegondolok csak a saját életembe, hogy hányszor kegyelmezett meg az Úr nekem, hányszor kért, hogy tényleg a fejbe vágjon azokat, amiket elkövettem, de az Úr türelmes. Az Úr, az Úr szereti az embert, az Úr szeret minket, és nem gyönyörködik a bűnösnek a halálába. Ezt írja a Biblia. Tehát többször szólt Jeremiás által, hogy megkérlek, kérlek, csináltuk valamit, és azt látjuk, hogy a sok kérelés után az a probléma, hogy mindig jön, jön az ítélet. És látjuk, hogy Nobukodozor, babiloni király, megszállta Izraelt, elment ugye Jeruzsálembe is, és miért? Mert ugye következett a bűnnek a, a, a büntetése. És a rékabiták is azt írja a Biblia, hogy bemenekültek Jeruzsálembe a kárdeus sereg elől. És amikor ugye ők is bejöttek oda, mert ugye amikor egy ilyen hadsereg megtámadja az országot, hát megpróbálnak olyan menedék helyre kerülni, hogy mégis van csak valamennyi védelem. És a rékább fia is, voltak annyira bölcsek, hogy bementek ők is e, Jeruzsálembe, és akkor azt mondja az úr, behozatta a réká fiait az úr házába. Ugye felolvastam nektek ezt a részt, és, és azt mondja, hogy ültes le őket, és nekik bort, tegyék kancsukat eléje, hogy igyanak bort. És akkor a réka fiai azt mondják, hogy hát nem iszunk bort, mert ugye meghagyta nekünk, hogy semmi, megparancsolta nekünk, semmi, semmi fiaink, se a lányaink, se a gyerekeink ne igyanak bort. Ne építsenek házakat, ne vessenek, ne ültessenek szőlőt, hanem sátorokban lakjanak egész életükben. Hát nem érdekes? Hát olyan kérelme volt a, a, a leszármazotta iránt, amit ha most így átgondolunk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez, ez nem semmi. Hát mi az, hogy ne igyanak bort, meg ne ültessenek szőlőt, meg ne csináljanak házat, de, de ennek a történetnek meglátjátok, hogy nagyon érdekes része van, és igazából én a hűségről szeretnék beszélni hogy milyen fontos, hogy, hogy az ember hűséges legyen, és elkötelezett Isten iránt. Én tudom, hogy ti hűségesek vagytok, ezért nem tudom, lehet, hogy már nem is tudok mit mondani, de azért mégis ebbe a történetbe azt látjuk, hogy, hogy ez, ez ki fog majd bontakozni, hogy milyen fontos, ha az ember hűséges Istenhez. És az az érdekes a hasonlóság, hogy Ábrahám és Jonadáb között minden, mind a kettő vándorként élt a földön. Tehát mint Jonadáb, mint, mint, ugye uh, uh, Ábrahám, nem telepettek le valamelyik nagyvárosba, ugye nem azt csináltak, amit Lót. Lót látta, hogy szép szodoma, mert ugye amikor választás elé került, ugye mondta Ábrahám, ha te jobbra mész, én balra megyek, ha te balra mész, én jobbra megyek, és akkor azt látjuk, hogy Lót ott volt Ábrahámnak, a, a Ábrahám mellett, ugye mint nagybátyja, de, de Lótot elvarázsolta a fényüzés, elvarázsolta a gazdagság, és azt is írja a Biblia, hogy ami szeme szerint van, ő azután ment, és így került Lót bele Szodomába. És, és, de Ábrahám továbbra is Izsákkal, Jákobbal, ugyanúgy sátorlakó volt, tehát őt nem bózotta a városi, a városi élet, mint Lótot. És tudjuk Lótnak az életibe, hogy nem volt túl szerencsés, mert hiába ment a szeme után, hiába ment az, ami, ami csillogást okozott, ami ragyogást adott az embernek. Tudjuk, hogy a vége nagyon síralmas volt, de én most nem erről szeretnék beszélni, és ugye, mint Ábrahám és Jóladám, azért mondtam, hogy van egy közös párhuzam közöttük, meg, meg, ki, ki, kibontakozik, hogy mi is volt ez. Mert igazából azt írja a zsidó levél, mert várja az alapokkal bíró várost Ábrahám is, amelynek építője is alkotója az Isten. Tehát igazából az a város a legfontosabb nekünk és számunkra, nem egy ilyen szodomai állapotú város, ahol mindig bűn van, igaz, hogy van ragyogás, csillogás, de ott van mindig mellette a pusztulás, ott, van a, ott vannak az engedetlen emberek, és tudjuk, hogy szodomának mi lett a sorsa. És ha megnézzük ezt a világot, ez a világ is pont ilyen ítélet alatt fog állni, mert lassan ugyanazt az állapotot éljük, ami volt régebb Sodomába. Ezelőtt 20 évvel vagy 25 éve elképzelhetetlen lett volna, hogy ami régebb szégyen volt, az most dicsőség. Tehát, hogy valahogy annyira megfordult az embereknek az ízlése, hogy szinte nem lehet megérteni az embereket, ami még nem vagyok olyan öreg, de lassan már én értem, hogy most mi van. Ezt komolyan mondom, mert, mert nem lehet megérteni azt, a, azt az elveket, amit követni kell, vagy amit diktálni akarnak az embereknek, és ezek nem, ez nem alapokkal bíró város. Ez nem az a város, ahol mi le fogunk telepedni. Nem az, aminek van alapja. Ezek mind össze fognak dőlni, ezek mind megégnek, ennek semmi értelme nincsen, és, és Jónadáb és, és, és Ábrahám kapott Istentől egy olyan látást, hogy ezen a földön minden mullandó, minden átmeneti, és nem lehet értéket gyűjteni. Ezzel aktak sátorba valaki megkezdő, mi a lényege? Nem olyanok utak, mint Gaddafi-nak, meg volt egy másik, hogy mérakott sátorba. Ők azért, mert nem, nem a csillogást, nem a ragyogást, nem a. a a föld életnek az örömeit választották, attól még lehet boldogan érni. Minden mulandó ház, föld, javak, ideig, óráig tart. Nézzétek meg, hogy ha most megnézzük Ukrajnába, hányan építettek szép házat, és hol van a szép ház. Ez, ez bárhol megtörténhet, nem, azt gondoljátok, hogy itt nem történhet meg. Hát a régebben, amikor mondtak valamit, hogy valahol Kínában van, akkor az úgy voltunk, fú, hát az olyan messzi van, száz év kell, amíg ide jön. Így volt a, a covid -a is. Hát az olyan messzi van, hát az, amíg eddig eljön, mi úgy gondoltuk, hogy a mi biztos nem. Nem telt el néhány hét, is itt volt. Úgyhogy jaj, azért mondom, hogy hogy nem kell úgy venni, hogy velünk ez nem történhet meg, mert bármi, ami, ami jó, amit, amit mi úgy gondolunk, hogy érték, az nem biztos, hogy hónap érték lehet, ugyanam csak erromhalmaz. És az a pénz is hátsó volt, hogy a végén ö, 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 ilyen kosarakba mentek kenyeret venni, mert volt olyan, hogy ha jól tudom, a háború után annyira infladott a pénz, hogy egy egész kilóra vitték a pénzt, hogy vegyenek egy kenyeret. Tehát, hogy sok ember ugye ilyen dolgokba próbál befektetni, hát meg kell értsük, hogy ezen a földön jövevények vagyunk, átutazók. ezt az ember megérti, akkor más, más látása lesz, másképp fog gondolkodni, és másképp fogja értékelni az életét. Tehát jövevények vagyunk. És a, a azt, azt, is írja a Saramon, hogy minden, ami van ezen a földön, a lélek gyötrelme. És el, -e, hogy amíg az embernek nincs, addig nem tud gyötrödni, de amikor elkezd lenni pár dolga, aztán van, mi gyötrödjön. Van, mint gyötrödjön, folyamatosan, mert nem olyan egyszerű, hogy gondolja az ember, hogy milyen jó a van, a vannak is vannak problémái, és van, ami az ember, az ember gyötörje. De ugyan a mert nincs itt maradandó városunk, azt írja a zsidó levél, hanem a jövendőt keressünk, és ezek az emberek ezt értették meg, hogy a jövendőt akarják keresni, és ebben nem azt akarom mondani, hogy a Földön semminek nincs értelme, mert ez nem igaz. A Földnek az, az, az hogy megszületünk, nagyon nagy értelme van, mert olyan dolgokat fogunk megtapasztalni, amire szükségünk van az örökkévalóságba. Szükségünk van, hogy megtapasztaljuk az érzéseket, a szeretetet, megtapasztaljuk azokat a dolgokat, amilyen meg tudunk erősödni, amilyen másfajta lények tudunk lenni, tudunk gondolkodni, különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Mert ezért nagyon fontos, hogy hogy Isten, Isten jót tervezett számunkra itt a Földön. Nem úgy tervezte el az édenkertet, hogy vadászott ránk az oroszlán, hanem úgy tervezte el, hogy mi uralkodjunk mindenen. Nem futkóslik kellett, hogy vajon mikor fog megenni az oroszlán, hanem jót tervezett Isten számunkra, és ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy Isten jót akar. Tehát nem, nem azt akarja, hogy, hogy küszködjünk, szenvedjünk. Persze az átok ezt hozta, ezt az állapotot. De Isten azt akarja, miut az ember megismeri az igazságot, hogy többet ez ne álljon fent az ő életében. És, és ha megnézzük az Ábra Ábrámnak az első ígéretét, azt mondta, hogy Ábrahám, megáldván, megáldalak. Tehát, hogy fontos a földön az áldás. Én nem ezt akarom mondani, hogy nem fontos a földön a... a, 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 a az áldás, mert nagyon-nagyon fontos. Csak nagy különbség van, hogy az Istentől van az áldás, vagy az ember csak futkos az áldás után. És ezt így látjuk, hogy a Ábrahámnak az életében Istentől olyan áldás volt, hogy folyamatosan Isten megáldotta, mert azt kérdezte Ábrahám, hogy már minek még áldaná meg, mert már annyi minden nem van, minek áldaná meg, hiszen úgy is gyermekem, akire hagyjam. Mert a legtöbbször az emberek azért gyűjtenek, hogy legyen, amit hagyjanak a leszármazottakra, vagy aztán legyen, amit elköltsenek nem biztos, hogy jó irányba. Tehát, hogy ez a két különbség van Ábrahám és, és, Lót között, hogy Ábrahám nem, nem gyűjteni akart, hanem egyszerűen élvezte Isten áldását minden napra. Lót meg ő úgy gondolta, hogy ő megszerzi ezt a dolgot. És, és, akkor van értelme az áldásnak, ha az Istentől van. Mert a legtöbb ember, amikor egy kicsit áldáshoz jut, nem lehet utolérni többet, mert annyira elszáll, hogy szokták mondani, hogy már csak az élvezeteket próbálja hajszulni, hogy hova ki, hova menjen. Tehát mindig lekösse az ő idejét, lekösse az ő értelmét, ne kell gondolkozzon. Ez a legjobb az embernek, amikor nem gondolkodik. Mert akkor azt jelenti, hogy nem kell csinálni semmit, de ez nem így van, mert, mert Ábrahámnak és Jóadámnak egy szellemi látásuk volt, ami túlmutatott a földi javakon. Tehát, és, és pont, pont, ez volt az érdekes, hogy Jónabár azt mondta, hogy ne erre figyeljenek, ne a földi javakra figyeljenek, mert pontosan a földi javak tartanak távol Istentől sok embert akinek nincs semmi gondja, nem kell soha gondolkozni, ezért tér meg na, ezen a gazdag ember, hogy ezért kerül Istenhez, ez, neki mindenre megvan, mit tudna neki mondani? Mi az, amit neki tudsz mondani, hogy jobban fogsz élni, hisz ő jól él. Ő sokkal jobban élne a többi ember. És ez van, hogy sokszor az ördög is úgy van, hogy adunk neki, ad foglaljuk le őt, mert ha lefoglaljuk, akkor távol van Istentől. És igazából ez a probléma, hogy amikor az ember távol van Istentől, akkor nem tud Isten szólni hozzá és fogsába, fogságába, kerül mind a szellemük, mind a lelkük. És van egy ilyen fogság, amibe az ember belekerül. De, és, és ez egy nagyon nagy probléma. És ugyanúgy a keresztények között is az is nagy probléma, ha valaki állandóan áldás hajház, áldás vadász. Én tudok olyan történetről, hogy ide jöttek bizonyos fiatalok, és azt mondták meg, hogy nem beszéltek mást, hogy így meg fog áldani az úr, úgy meg fog áldani az úr, meg amúgy fog meg fog áldani az úr. Hát nem erről szól a kereszténység, hogy Isten hogy áld meg, vagy hogy nem áld meg, mikor kapsz egy új tévét, egy új hűtőszekrényt. Az áldás Istené alap. Egyszerűen úgy mondta, hogy megáldván megáldarak, És ezt mondta Ábrahámnak, és még mindig azt az, az Ábrahám áldását osztunk, osztunk maunknak magunknak annyi volt neki. Tehát kifogyhatatlan Istennek az áldása. Ha egyszer meg akar áldani valaki Isten, akkor az meg is fogja áldani rendesen. Tehát ne, ne erre angolódjunk rá, hogy, 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 hogy csak az áldás, a kereszténység arról, hogy az áldásról szól. Nem erről szól ez alap. A kereszténység arról szól, hogy hallgatjuk Istent, és Isten útján járunk. És azt mondjuk, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Elfogadjuk az áldást, az egy jó érzés. Nagyon-nagyon jó érzés, amikor Isten megállt, hát gondolj bele, hát a te is, ha megáldod a gyerekedet, milyen büszke a gyereked rád, te meg a gyerekre. Isten is pont olyan büszkerág. Alig várja, hogy megálljunk. De nem ez a legfontosabb, és ez a különbség, amikor az ember Istentől várja az áldást, vagy nem Istentől várja az áldást, mert akkor elviszi. Nézzetek meg például Salamont. Mikor Salamont király lett, akkor ugye azt kérdezte álmába az Isten, hogy mit adjak neked. És nem azt mondta, hogy Uram, hagyja nekem sok pénzt adja nekem rengeteg vagyont, hanem azt mondta, hogy adjál bölcsességet, hogy tudjam vezetni a te népedet. És azt mondta Isten, mivel, hogy nem kértél tőlem áldást, és nem kértél tőlem pénzt, neked megadom százszorosan ezt a dolgot. Nem is hiszem, hogy volt még olyan gazdag király, mint Salamon. Mai napig őt tartják a leggazdagabb személynek, a élt a Földön. Miért? Mert azért mondtam, hogy alap, Isteni alap a gazdagság, ez nem kell futni. Aki fut a gazdagság után, sose éri el utól. Az olyan, a kutya, amikor fut a farka után, ő se fogja érni soha. Higgyétek el, hogy nagyon fontos, hogy az ember megértse, hogy nem kell futni ezek a dolgok után, hanem egyszerűen ezt Isten megadja. És akkor most, most jön az a lényeg, amire mondtam, hogy volt egy előző történet, hogy hol tűnt fel Jónadáb, és most hova érkeztünk a, 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 abban a jelen időben, amit felolvastunk. Tehát azóta, hogy feltűnt Jónadáb a Bibliában, és ez a történet között két évszázad telt el. Pontosabban 230 év. Ez érdekes. És megmondom, hogy miért. Tehát az ember parancsolt az ő fiainak, és az ő fiai évszázadokon keresztül megtartották az ő atyuknak a parancsolatát. Na most képzeld -e, ez az elég furcsa, nem? Nagyon furcsa, az úr parancsolt nekik a profétán keresztül, még a füle botjukat sem mozgatta, Izrael, egyszerűen nem érdekelte az úrnak. És, és mondta az úr, ki kitérjen meg a go gonosz útjáról. De egyáltalán nem érdekelte Izraelt. És azt látjuk, hogy eltelt két évszázad, 230 év, és 230 év után az ő fiai még mindig megtartották azt a parancsolatot, amit nem is Isten parancsolt nekik, hanem egy ember. Tehát azért ez nem semmi, és ezért nagyon érdekes ez a történet, mert a mai világban is két ember típus van. és ezen a történeten keresztül tudjuk megtudni, hogy az egyik ember engedelmes Istennek és hűséges Istenhez, a másik embertípus meg nem, nem engedelmes és nem hűség Istenhez. Ez hogy a, az ember, ezek azt gondolja, hogy megváltozott sok minden, az eszközök, a körüllévő dolgok változtak meg, de az ember ugyanaz maradt, vagy hűséges, vagy nem. És azért mondtam, hogy a hűségről szeretnék beszélni, nagyon fontos Istennek a hűség. Hűség nélkül nem lehet Istennek tetszeni. A hűség, ez olyan, ha kivetítsük bármire, bármire, vagy házasságra. Mikor jó, amikor egy hűség, van egy hűséges házastársunk. Gondolom nem őrülne senki, hogy lenne egy hütle házastársa. A hűség minden területen elengedhetetlen, és nincs szövetség Istennél hűség nélkül. És azt látjuk, hogy ezek a, 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 ez a két embertípus mai napig is feltűnik, hogy az ember, ez egyik embertípus engedelgemeskedik Istennek, ugye van egy történet, hogy az, ember, a, az, egyik ember, ugye azt mondja az egyik fiának, menj ki a szőlőbe, és munkálkodjál a szőlőbe. És azt mondja az a fia, hogy kimegyek, de nem ment ki. A másik fiának is szólt, az azt mondja, hogy, 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 nem megyek, de mégis kiment. És akkor azt kérdezi, hogy vajon melyik volt hűséges, amelyik mondta, hogy kimegy, de nem ment ki. És sokszor így van az ember, hogy mondja, hogy én hogy hűséges vagyok Isten, de olyan, olyan bármit megtennék érte. Csak az a kérdés, hogy az első szituációban hogy reagál az ember. Ha mennyire tudja megmutatni Istennek a hűségét. És ez a két, két típusú ember van folyamatosan a, a mai világban. Én világban is, és a, a, azért hozta fel az úr a rékabintákat példának, hogy még azt is megcselekszik, hogy amit ő nem kért, és ez nagyon érdekes. Tehát Jonadám olyan kért a gyermekeiktől, ami nincs benne a Bibliában, nem volt benne a Tórában sem, nem volt ilyen, hogy, hogy azt írja, hogy ne ígyanak bort soha egész életükbe. Ilyent nem kért Isten az emberektől, nem mondta, hogy ne ígyanak bort. Egyedül, akinek mondta, az a názerenősök voltak, hogy ne igyanak bort. A názerenősoktól kért ilyent. De miért kérte ezt Isten? Hogy rá tudjon figyelni. Kérte ezt Sámsontól is, ugye úgy született, hogy ne igyon bort. Volt egy pár dolog, ami ugye ezt jellemzte a názerenősokat. Miért? Mert egyszerűen hogy tudjanak figyelni az úrra. Az az ember, amelyik már ugye jól érzi magát, az már nem tud figyelni az úrra, már csak önmagára tud figyelni, és az ő örömeire. És igazából az, aki Istenre kell figyeljen, az kell hallja Istennek a hangját, kell hallja Istennek, amit mit szeretne szólni az Úr. És amelyik ember mindig elfoglal magát, és mindig elringatja magát valahol, ez nem tudja hallani Istennek a beszédjét. És ez, én, én most nem a, nem a, a, az ivászat ellen szólok egyáltalán, hogy valaki, hanem arról, hogy ő azért kérte, mert ő látta ezt a dolgot, hogy az embert az örömök el tudják vinni teljesen egy másik pályára. Mert az élvezetek akkor teljesen más viszik, azt az embert, amelyik, már, amelyik állandóan ugye vigad a önmagába. E, és, és tudok olyan embert, hogy, hogy például ő akkor tud evangelizálni, ha iszik. A kocsmában szeret evangelizálni, komolyan tudok ilyen emberről. A fél után még nem, de a másik fél után már igen. Mert akkor kap bátorságot. Ez pont olyan, mint mikor az ember e, ugye, akkor tud vezetni, amikor ívott egy kicsit. Ő úgy érzi, mert akkor, akkor ő jobban tudja nyomni a féket, bocsánat, a gázt, a féket kevésbé, és akkor hogy jönnek a problémák. És ugyanez volt, a, 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 ugye, ami a jogladább kérte a fiait, hogy tudjanak figyelni az úrra. Mert szinte hihetetlen, hogy miért kért tőle ilyen? De tudta, hogy hogyha, ha ezen a másik pályán mennek az emberek, lassan-lassan elfogynak, elkopnak azok a szülői intelmek, amiket ő meghagyott. És azt se kérte, hogy, hogy ugye ne építsenek házat és sőt, azt mondta Isten, amikor bemész az ígéret földjébe, olyan házakba fogsz lakni, amit nem te építettél. Sőt, Isten azt akarja, hogy házaink legyen. Amen. Tehát nem azt mondja, hogy egy házad legyen, hanem házaid legyen. Az egyikben nyaralni jársz, a másikba telelni jársz, a másikba lakni fogsz, és még vagy kettőt adsz a gyerekeidnek. Tehát azt jelenti, hogy több házad kell, hogy legyen, mert ahhoz, hogy áldás legyen a családod részére, ezt kell legyen egy pár házunk. Adja meg az úr, így van? Az jó, jó, hogyha így van. És én hiszek az Úrnak az ígéretébe. És, és igazából, igazából, ez is egy érdekes volt, mert ugye azt látjuk a ház körül, mekkora bajok vannak, amikor örökölni kell a -e házat. Addig minden testvér jó testvér. Olyan jó testvérek vagyunk, amíg eljött a házöröklés. Az, amikor ketté kell osztani, ott már nagy bajok vannak. Úgyhogy sokszor úgy volt el, hogy lakjatok inkább sátorba, legalább nem kell összeveszettek, nem kell verekedjetek azon, amikor el kell osztani a vagyont. Mert sokszor a házak körül nagyon nagy problémák vannak. Biztos ti is tudtok ilyen történetet, hát én már jó már néhányat tudok, még a saját rokonságomban is tudtam, addig voltunk rokonok, amíg a házat el kellett adni. Onnantól kezdve már mindjárt nem, már nem is ismertek meg a rokonok sokszor. De hát ez nagy probléma, mert ugye, és ezért mondta Jóladáp, hogy ne építsetek házat, és ugye nem is, ugye meg nem, a, a, nomád életet is, Isten nem kérte, hogy az emberek nomád életet éljenek. Nem mondta, hogy akkor éljetek úgy külön, olyan nyugodtan. Nem, egyszerűen ez, ez, is egy gondviselése Istennek, hogy abba akartak bízni, amit amivel Isten őket megáldja. Ez is sem nagy dolog, amikor rávészod magad Istenre. Ura, azt mondod, itt vagyok, ennyi vagyok, én vagyok. Tehát ez az, amikor, amikor az ember nem magában bízik, hanem Istenbe bízik. És ezt hiszem, hogy Jóladáb azért akarta megtanítani hogy leszármazóitait, hogy hogy teljes mértékben Istenre hagyatkozzanak, Istenbe bízzanak, és az ő útjain járjanak, hogy semmi ne tudja elvenni a figyelmét az ő hűségéről, és ők is hűségesek legyenek Istenhez. Mert ez egy nagyon fontos dolog. És ugye azt kérdezem, hogy de mivel, mivel indokolta Jóladába ezt a leszármazottait? Egyszerűen át akarta adni azt a hitét, amit ő megtapasztalt. Mert mondtam, Isten szeretete vitte Jéhu fejedelem mellé is, mert szerette az Urat. És abból a korban, amikor mindenki bűnbe élt, ő nem akart bűnbe élni. Ő egyszerűen követni akarta az Urat, hűséges akart lenni az úrhoz. És ezért, mert ezért volt benne abba a csapatban, amikor ugye megbüntette Isten akábnak a, a, a családját. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy hogy átadjuk a gyerekeinknek azt, ami bennünk van. Megéljük azt a hitet és átadjuk. Mert sokszor, hogyha az ember csak hétvégi keresztény, és a gyerekek nem látják, hogy a szülő komolyan gondolja, azt a keresztény hitet, akkor nem tudják, és, és én hiszem, hogy Jonadáb úgy viselkedett minden nap, hogy a gyerekei ezt látták. higgyétek el, hogyha az öreg este ívott volna, részeges lett volna, vagy verte volna az asszonyt, a fiai nem követték volna, se a lányai. Tehát ő egy olyan életet élt, és ezért nagyon fontos a keresztény életünkbe, hogy átadjuk a gyerekeinek, hogy mi tényleg komolyan gondoljuk. Hogy az a személy, aki, akinek ugye a gyerek is, mikor látja a szülőbe azt, hogy, 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 hogy te, aki aki olyan nagy, fontos vagy számára, te hisze Istenbe, hisze Istennek a gondviselésébe, hisze Istennek az igazságába, és látja, hogy hűséges vagy, akkor ő is hűséges lesz. És sokszor az a probléma, hogy ezt nem látják a gyerekek. És ezt nekünk úgy kell bizonyítani a gyerekeink előtt, hogy lássák, hogy mi Isten útjai jártunk. Mert ha ő ideig óráig el is fog menni, egy után vissza fog fordulni, mert emlékezni fog, és azt mondta Ábrának, és tudom, hogy meg fogod tanítani a te gyerekeidet. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy, hogy megtanítsuk a gyerekeinket az engedelmességre és a hűségre. Mert, 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 mert ez a fontos, hogy hogy rá tudjuk bízni őket is Isten gondviselésére. Ne az enyem, hogy mi lesz velünk. Hidd el, Isten gondot fog viselni a mi gyerekeinkre, és nem lesznek kenyérkéregetők. És Jóladában ezt, ezt adta át a gyerekeinek, ezért voltak az, hogy 230 év után is megtartották egy embernek a parancsolatát. Miért? Mert példát mutatott, mert megmutatta nekik. És pont, mint Ábrahám, tudom, és igazából Ábrahám megígérte, hogy ha ha a fiai is úgy járnak, akkor minden ígérete, amit Ábrahám kapott, azt mi megkapják a gyerekei. És mindazt az ígéretet, amit nekünk adott Isten, meg fogják kapni a gyerekeink. És nem nulláról fognak indulni, hanem fog látszani, hogy Istennek az útján járnak. És ez nagyon-nagyon fontos az, élet, az életünkbe. És ez az engedelm a, a nagyon fontos a, 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 a szövetség feltétele. Az engedelmesség. Hogy engedelmeskedünk Istennek. Mikor halljuk Istennek a szavát, az is egy engedelmesség. Mert azt írja az Ige, hogy ha ma hallod, Isten beszéd, akkor engedjél. Tehát nekem is meg a szívedet, és ezért fontos, hogy engedelmeskedjünk Istennek minden hívásának. És, és, és azt látjuk, hogy, hogy Saul engedetlen volt Istenhez. Mi volt a következménye? Elvették a királyságot. Mert az, engedel, az engedetlenség olyan, hogy az ember mindent el tud veszíteni. És ez a keresztény embernek az életibe is fennáll, hogyha engedetlen. Mert nem nem akkor vagy engedetlen, amikor mindenki látja, hanem az, amikor Isten látja, és, és, és tudod, hogy engedetlen vagy, ezt kéne csináltad, de nem azt csinálod. És, és ezért hozza fel példaképnek a Réká fiait az úr, hogy 230 esztéműdő után sem felejtették el, még az úr is csodálkozott. Egyszerűen az úr meg volt lepődve, pedig az urat nem lehet meglepni. Azt mondja, hogy van ez? Nem értette, hogy hogy van ez, és az én népem meg nem hallgat rám. Küldöm a profétákat, küldöm szólók, hogyha nem hallgattuk rám. Így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, és nem értették meg, és az úr csodálkozott. Hogy lehet, hogy egy ember parancsolatát megtartsák? Ez, ez furcsa, igaz, így, hogy így, így elképzeljük. És megtartották a, re, a rékabiták az ő parancsolatát. Azt mondja az úr, hogy Ö, ö, szóltam pedig jó reggel korán, de nem engedtetek nékem. Tehát, hogy időben szólt az úr korán, azt jelenti, hogy még mielőtt megtették volna, már szólt, hogy ne csináltok ezt tovább. Ne, 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 ne menjetek ezen az úton, mert mindig belekeveredett Izrael, és ugye, ahogy Júda is belekeveredett a a, a, a bálványimádásba, meg mindenfajta bűnbe. Sokszor rosszabbul éltek, mint, mint azok, akik, akik nem voltak a, az úr népe. És sokszor úgy van, hogy, hogy keresztények nem fér bele az életükbe olyan bűnök, hogy talán még a világi ember se csinálja meg azt a bűnt, de sok keresztül úgy gondolja, hogy ezt megteheti. Pedig nem teheti meg, mert szóltam, és szól az úr. Minden alkalom, amikor itt vagyunk, az úr most kefével tisztít, folyamatosan, folyamatosan megfürőz, megtisztít, pont azért, hogy amikor innen majd elmegyünk, akkor úgy megyünk el, hogy na, tiszták vagyunk, és ezt neked és nekem kell vigyázni, hogy ne koszolódjunk össze, hogy ne engedjük a bűn, megterhelje az életünket, hanem járjunk az Istennek az igazságában, és legyünk hűségesek hozzá, mert akkor van az, hogy korán, és, és amikor időbe szól, akkor, akkor, akkor ugye azt látjuk, a, 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 ha az ember hallgat Istenre, teljesen más irányt vesz az élete. És nem mindenki hallgat, hanem van, aki azt mondja, hát ma az Úr kegyelmes, az Úr jó, az Úr szuper kegyelmes, és, és, és egyszerűen félreteszik az Istennek az intelmeit. És ez azért mondom, hogy ez ez nem csak a világi emberek, mert ők, ők legalább tudatlanok. Tudjuk, hogy nem hallottak soha, nem tudják az igazságot, vagy ha hallották is, nagyon ö, ö, szűk körbe, hogy mondjam így. De, de sok ember, aki olvassa a Bibliát, vagy hallgatja Isten beszédjét, azt tudja, hogy Isten szól hozzá. És azt látjuk, hogy vannak emberek, akik meghallják. Hát ha megnézzük, öm, öm, na, üssön eszembe, ki volt a hal, hal szájába? Jónás! Jónás! Jónás egy jó példa! Néha eszembe, e, eszembe kell a sok név. Tehát ő egyszerűen szólt, még 40 nap, és elvész Ninivé. Még 40 nap. És mit csináltak a Ninivéek? Meghallották. Pedig egy nagyon nagy város volt, meghallották. Jeruzsálembe nem hallották meg. Szólt a profita, szólt. A király is meghallotta. Azt írja, hogy a ninivéjek zsákba öltöztek. Egyszerűen beöltöztek zsákba, és egyszerűen megtértek. Még Jónás is meglepődött, hogy hát most akkor nincs büntetés, nincs az, hogy most akkor hárákéri mindenki, meghal, lát egy nagy tűzi játékot, mint a szodomából. Egyszerűen meg volt haragudva Jónás, hogy miért nem nyírta ki az úr uh, ninivét de, de egyszerűen meghallották. Tehát ezért fontos, hogy hogy két típusú ember van, az egyik meghallja, a másik meg szólt valaki, vagy fújt a szél. Tehát sokszor így van, hogy az emberek nem akarják meghalani, de ők meghaladták, 40 nap bőtöltek, és azt mondja az úr, fú, meggondoltam magam, hogy tehetnék én ilyent, kész. Tehát elmúlt tőlük a veszély, és, és a mai a, a, minden időkben Isten szól a néphez, szól az emberekhez, türelemmel vár. Hát én nem hiszem, hogy van még türelmesebb lény a világegyetemben, mint Isten. Hát ha belegondolunk, hogy hány évet várt ránk, rám húszat várt. Nem tudom, kire hányat várt. De, hogy milyen türelmes Isten, ezt nem lehet kimondani. Hogy milyen jó az ő kegyelme, hogy akkor, amikor büntetést, és ezek az emberek is, amikor büntetést érdemeltek volna, Szólt, a szólt nekik, folyamatosan szólt, térjetek meg gyerekeim, változzatok meg, hagyjátok el a régi életeteket. Isten szól minden időben, és nagyon nagyon türelmes és kegyelmes, és, és, a, és a kegyelem, ami a legérdekesebb, hogy ingyen van. A kegyelemért nem kell semmit tenni, nem kell megfizetni, nem kell dolgozni érte, nem kell körbe-térdepelni a templom körül, köveken, meg sziklákon, ha jól fájok, aztent, hogy Isten is megbocsát. nem kell semmilyen csinálni hanem egyszerűen az kárész, az kegyelem. És, és ezek az emberek ugye nem hallották meg, hogy türelemmel szól Isten. És azt mondja az Úr, hogy rábocsájtunk Júdára és Deluzsánánra, lakóira mindam a veszedelmet, amely szóltam nekik. Tehát e, Isten mindig szól előre. Azt mondja, hogy soha nem, nem úgy cselekszik, hogy nem szól az ő embereinek. Mindig. Amikor ugye Szodomát el akarta pusztítani, elment és szólt. Vajon el, azt mondja az Úr, akinek joga van bármire, joga van bármit csinálni, azt mondta az úr, hogy vajon eltitkoljam Ábrahám elől, az én barátom elől, mi szándék szok csinálni? És azt írja egy másként az ige, hogy Isten mindig előre szól, mi fog következni. És ha megnézzük a proféciákat, mindig előre szól, hogy majd ez lesz, és majd az lett. Kicsit olyan, mint Ormán Viktor, hogy nem, nincs igaza, igaza lesz. Ezer rossz példa, csak mondtam. Tehát mindig előre szól, szól és szól. Ez egy mondás, csak most viccnek jött. És, és ami, ami fontos, hogy, hogy kijelenti Isten, hogy mi fog történni. És Ábrahám is elkezdett alkudozni, hogy, hogy ha lenne 50 ember, vagy száz ember, vagy tíz ember, és Isten végig, innen látszik, hogy Isten milyen kegyelmes, azt szóval ha öt van, akkor is megkegyelmezek. De nem volt. Egyszerűen nem volt. Tehát Isten Isten, azért mondtam, hogy sokkal sportot tűznek a kegyelemből. Megcse, megcselekszem, megtörlöm a számot, aztán úgy is Isten megbocsájt, elmondok két hiszek egyet, kész ennyi. Ez nem így működik. Ez nem így működik. Isten hűséges, és hűséget várja az embertől. Isten nagyon-nagyon hűséges az emberhez, és mindig előre szól. És, és, sok ember inkább a veszedelmet választja. Azt látjuk, hogy, hogy Jeruzsálem népe, vagy Juda, ugyanúgy a veszedelmet. Ő nekik nem számított semmi. És amikor feljött Nobuk, Nobukodozor, akkor azt látták, hogy ugye megtámadta a várost, megtámadta Izraelt, Ahelyett, megtértek volna bűnös útjukra, inkább a veszedelmet választották. És, és, az az érdekes, hogy a mai világban is ilyen, ugyanilyen szodomai állapotok vannak. Most elkezdett hirdetni az, az evangéliumot, azt hiszik, kínai vagy. De mi férbeszemben néznek, hogy miről beszélsz, amikor ilyen felvilágosult korba élünk, ahol már minden tud a YouTube, az internet, a Google, hát mindent legugolózunk, és, és egyszerűen az emberek nem hiszik el, hogy egyszerre fog jönni még egy ítélet. Miért? Mert Isten megmondta, meg fogja ítélni ezt, ami most van. És ez egy olyan időszakot élünk, hogy ez egy szodomai állapot, és az ember itt rostokol. Szinte nem tudsz beszélni emberekkel, mert, mert, mert egyszerűen nem értik meg, miről beszélsz. Te beszélsz, és azt látott, mint a tévé előtt beszélni, hogy nem érti. Nem beszéltem emberre, így hogy hirdettem az evangéliumot, és mondtam, milyen szép az idős. És mondtam, hogy emberem, evangelizálok neked, hát figyelj már oda, hát az időt. Tehát, tehát sokszor egyszerűen nem tudják, nincsenek képben, mint hogyha két dimenzióban élnénk, két külön dimenzióban, hogy abban, te meg ebbe is nem értél, miről beszélsz. És Isten, Isten szól az emberekhez, hogy ne így többet. És, és minden nemzedékhez szól sokféleképpen. A jobb, jobb könyve azt írja 33, hogy hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem, nem ügyelnek rá. Egy másik fordítást azt írja, hogy nem csak egyszer, hanem többször is szól Isten. Szól az emberhez. Szól azt, megnyitja a füledet, azt mondja, megnyitja a szemedet, hogy lássad, és, és figyelmeztet jelekkel. Hányszor volt az életemben biztos volt, hogy Isten jelekkel figyelmeztet, hogy ne csináljam ugyanazt. Hát nem megcsináltam, nem megjártam. Jelekkel. Tehát Isten szól az emberhez, sokféleképpen szól. Kihez így, kihez, ki, 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 kihez úgy. Nem jó az az út, amelyik a veszedelemre megy. És inkább az emberek választják a veszedelmet. Ezért mondja a Biblia, hogy van egy keskeny ösvény, ahol kevesen járnak, és van egy széles út, ahol sokan járnak. Mert az ember az ember a legtöbbször a széles úton megy. Ott van buli, ott van szórakozás, le tudjuk foglalni magunkat, el tudjuk foglalni magunkat, de a keskeny úton az ember Istenre kell, hogy figyeljen. És igazából az a legszebb út a keskeny út, mert ha hogyha Istenre figyelünk, akkor ő szól hozzánk. De amikor az ember kocsmából kocsmába jár, vagy buliról bulira jár, hol van ideje Istennek szólni az emberhez, mikor, buliba? Nem szól, nem tud szólni, és nagyon sokszor fiatalok se értik meg azt, hogy miért fontos az, hogy tisztán éljenek. Miért fontos az, hogy Isten útján járjanak. Miért fontos azért, hogy megmaradjanak, mert az ördög is el akarja venni. Ki akarja tépni a fiataljainkat Istennek az útjáról. Mert rá akarja tenni a széles útra. Itt menjetek, mert ez megy a pusztulás és a veszedelem felé. Mert azt látjuk, hogy, hogy, hogy Júda vagy a Jeruzsálem a veszedelem érte utól őket, amire ők nem is gondoltak és amire ők nem is számítottak. Tehát szól az Úr, Ö, ö, és nem kell azon az úton menni. Amen! És mutatták volna azt a rékabiták, csak tegyük fel, mutatták volna azt, hogy eltelt két évszázad, most mi van? Most már modern időket élünk, most, most mi a probléma? Az akkor úgy volt, emlékszem, még akkor, ha, ha csak az én koromat nézem, mert mikor én fiatal voltam, mindig evel vágtam vissza apámnak, hogy az akkor úgy volt, most már nem úgy van, most már nem kell úgy udvarolni, mi régebben, most már tudjátok a itt van egy csomó, nem akarom ezt így felsorolni. Tehát mutatták volna a rékabiták is, hogy hát már olyan rég volt ez, hát ez már mikor volt ez már, mert nem kell nekünk ezt. És mutattam azt csinálok, amit akarok. Én -e? most miért határozza meg az én ükkükküt -ük vagy apám, hogy mi is történt. De már miért kell odafigyeljek az régi öregre? Mit tudott ő -e nekem úgy mondani, hogy odafigyeljek? Mutatták volna ezt a rékabiták, de látjátok, hogy nem mondták, mert, mert hűségesek voltak. De a mai ember így gondolkodik. Ö, így gondolkodik, hogy nem tisztel az ember senkit. És ez ennek a világnak egyik jellemzője, hogy a világ tiszteletlen. Ha jól megnézed, régebb megtisztelés volt, ha valaki tudott adni valaki munkának, munkát valakinek. Most? Ha mit akar? Ha őrül, meg dolgozni. Tehát a mai világ tiszteletlen mindenki, mindenkihez. Gyerekek, szülőkhöz, egymáshoz tiszteletlenek. Nézd meg, akárhova elmész forgalomba, nincs az emberekbe tisztelet. És ez nagyon nagy probléma, mert, mert, úgy élünk, hogy sokszor, mint a vadak, pedig azt mondjuk, hogy felvilágosult korba élünk. Mert az ember nem tiszteli azt, hogy lejön egy idős, ha buszon már egy fiatal nem áll fel, se egy állapotos asszonynak, mert ha miért fel a busz, mert nem egy autóa. Tehát értitek? Tehát ezen nagy hiányzik a tiszteletlenség. És ők meg, ők meg, nem így gondolkodtak az öregről, nem azt mondták, hogy, hogy nem is ismerték meg 230 éve előtt élt, még egy fotójuk sincs róluk, hogy bár megnézzék, hogy néz ki. Nekem van egy déd nagyapám, fenn van a, 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 képe a falon, ott falun a házamba, is, ilyen nagy, kipödött bajussza, szigorúan néz. <laughs> Szerint elhúzolták az első világháborúban, mit örüljön. És akkor ott van, de nem mondhatom azt, hogy, ismerték, vagy valami, de egyszerűen azt gyerekről, apa, fiának átadta azt, hogy hűségesek ahhoz, amit meghagyott nekik Jónáláb. Szinte elképzelhetetlen, hogy hogy tudták megtartani 230 éven keresztül. És nekünk ezért fontos, hogy átadjuk a gyerekeinknek, mert akkor a gyerekeink is megtanítják a gyerekeiket, azoknak is, is a gyerekeit megtanítják, és ezért mondják, hogy több generációs keresztény. És másképp működik az élet egy több generációs keresztényen, mint az, amelyik melyik úgy, úgy, ahogy járt Isten útján. Mert úgy, ahogy nem lehet Isten útján járni, vagy igazibó, vagy sehogy nem lehet úgy, hogy néha, néha az úton, néha meg nem az úton. És ezek az emberek megtartották. És, és ugyan ez a két típus, ugye, ahogy mondtam, ez a két típus ember jellemzi ezt a világot, hogy van akik megtartsák az igazságot, és van akik nem. Van akik hűségesek, és van akik nem. Mert ugye mutatták volna, hogy ebben a világban becsületes lenni, ha hát nem lehet, ha hát igaz. Hát csak az, az sikeres, aki lop. Az sikeres, aki igazságtalan, az sikeres, aki, aki be tud csapni másokat, mert ugye Manapság az is szégyen volt, hogy ha valaki tartozott valakinek. Most, ha te tartozol. neked van a legnagyobb szád. Hát mi az, hogy kérje a pénzt? Hát mi az? Hát minek kérnek ki? ebből él. Tehát értitek, hogy, hogy sokszor nagyon érdekes, hogy, a, hogy az emberek így gondolkodnak, hogy manapság hogy igaz az a mondás, hogy agy kölcsön, nincs haragosod, hogy legyen. Aztán tényleg, hogy lesz haragosod. Úgy fog haragudni rád, hogy még te kell kikerülhetően, hogy visz, visszaadja a pénzt. Mert annyi, annyi átkot mondtunk, mi az, hogy neked kell a pénz, mi az, hogy te, régebb ezek a dolgok, én emlékszem, hogy, hogy az én gyerekkoromban volt egy, egy erzsikenényű nevezetű, és tényleg nehéz helyzetbe volt, mert a férje volt, elitt a nagy, sok pénzt, és akkor mindig el kellett jönni anyukámhoz kölcsön kérni, és akkor nem tudta megadni. Hát én hallottam a saját fülemed, de Jolánka, kérlek, bocsáss meg, kérlek, ne haragudj, kérlek, el, el tudod nézni. Szinte rímánkodott, hogy, hogy még egy pár napot hagyja. Most adtál pénzt nekem? Nem hülyeskedj, elfelejtettem. Tehát, hogy most már ebben a világban nem, az ember nem a becsületre megy, hanem az emberek nem azt nézik, hogy van egy becsületes ember, hanem milyen autóval jött. És milyen autóval jött? Hát te azt gondoljátok, hogy valaki jött egy drága autó, az becsületes? Mert sokan így gondolják, hogy, hogy is belementek sok üzletbe, hogy milyen autóval jött. Ha hát lehet kérte, lehet lopta, ki tudja. Hát az emberek és ezért van, hogy ne azt nézed, ami az embereknek a, a körülveszi, hanem mi az embernek a szívébe van, és ami a száján ki fog jönni, na az lesz az igaz. És nézd meg az ilyen embert, beszél vele, az első két percben nagyon szépen beszélt, konszolidáltan beszél válasz, választékusan, szép szavakkal. Tíz perc múlva hallgatnak, hogy fog beszélni. Kígyó béka fog kijönni a szájából. És, és, ezért fontos, hogy hogy azért, mert a világ ezt diktálja, azért a becsületességet Isten értékeli. És ez nagyon-nagyon fontos erény. Ö, ö, és sokan ugye azt mondják, hogy hát de hogy lehet most úgy a Biblia szerint élni? Hát az már olyan rég volt írva több ezer éve, hát most hogy lehet úgy élni? Úgy nem lehet élni, de ha Istennel jársz, biztosan lehet úgy élni. Mert Isten azon az úton fog vezetni, és neked az kedves lesz, és jó lesz, és jó fogod érezni magad azon az úton, amit Isten eltervezett nekünk. Mert nem hiába mondja, mondja az ige azt, hogy legyen meg, Uram, a te akaratod. Mert amikor az Úrnak az akarata megvan, ahogy mondtam, hogy jót gondolt felőlünk és azt akarja, hogy a legjobban legyen dolgunk, és ne a bűnnek pótoljuk azokat az érzéseket, hanem egyszerűen Isten a szívünkön keresztül árasza az ő kegyelmét, és azt a boldogság érzést, ami nem ad se ital, se drog, se semmi. Egyszerűen, tehát kell hagyni, hogy Isten szóljon a mi szívünk keresztül, és ő vezessen. És tud lehet élni, lehet élni ige szerint, mert ha nem ige szerint élünk, akkor a másik szerint élünk, akkor a világ szerint élünk, és akkor igazából már nem vagyunk hűségesek Istenhez, hanem hűségesek vagyunk ahhoz a másikhoz. És nem ez a cél, hogy a másiknak gyűjtsük a pontot, hanem az a cél, hogy Isten útján járjunk. Mert tudjuk, hogy a másik az mi a célja velünk. <kül> és, és ugye úgy mondják, hogy más időket élünk. Mi a más? Mi, mi az a más az időből? Nem szekére járunk, hanem autóval. Nem kiabálunk a hegyre, hanem telefonozunk. Mi a más? Az ember ugyanúgy ember. Az érzések ugyanazok. Minden ugyanaz. Semmi nem változott meg, csak a körülmények változtak meg, és ezért van felfúgalkodva az ember, mert az Isten megadott egy csomó jó körülményt, megadta az Isten az embernek azt, hogy ma legyen egy orvos tudomány, hogy ma, ma, csak gondolj bele, hogy ezelőtt 200 évvel a fájta fogad mit csináltá. Vetted a fejszit. Mit tudtál csinálni? csak képzelj el egyszerű dolgokat, hogy mennyi mindent megadott Isten, és az ember azért fogalkodott fel, és azért hitte, hogy ő maga Isten, mert most sokkal úgy képzelik magukat, mintha a Istenek lenne, mert Isten jó, és Isten kegyelmes. Megadta ezt a sok jó lehetőséget számunkra, hogy éljünk, hogy jól éljünk. Erre fel, mire használja az ember a jó életét? Vesz fegyvert. És ez a probléma, hogy a jólétünkbe, ahogy szokták mondani, a kutya is a jólétibe vesz meg, na az ember is ezt tudta jól adább, hogy ne vesztenek meg a gyerekei jólétükbe. Mert a mai világ a jólétibe vesz, vesz meg. Hát ilyen világot, mint most, hát mindenünk van. Hát nem is kell énekeljük, hogy felülünk a repülőre, csak megyünk a repülőre, mint egy busz lenne. Igen, így jártunk a busz, mint ma a repülőre. Ma mindenki ül a repülőre, akár gyerek, kicsi, Oh, mint egy busz olyan, ha megnézed, száz gyerek sire repül, amikor elutazol valahova, mint régebb a buszon. Tehát men, hogy, hogy kicsi lett a világ, és ebből a, ebből a világból fuvalkodott fel az ember. Ez, ebből a világban hitte, hogy tőle függ minden. Nem függ semmi tőle. Csak jön egy földrengés, és meglátjuk, hogy mi függ tőle. Meg tudja tartani a földnek a rengését? Nem. Vagy jön, ki, kitör egy vulkán, mindjárt nem száll fel repülőse. Ha egy repülő se. A nagyméretű vulkán kitörne a földön, vége lenne. És akkor arra mondják sokszor ezek a zöldek, hogy, hogy nagy kibocsátás van, meg a sok autó, meg hogy higgyétek el, hogy egy vagy két komoly vulkán kitör, elsötítül a nap. Na az, azt lehetne mondani globális felmelegedésnek, de nem ezt, ami most van. Mert ugye ez is csak egy átverés, hogy az ember azt higgye, hogy Isten olyan szépen megtervezte a Földet, hogy mindig kiegyenlíti magát mindig helyrehozza magát, mindig meggyógyítja magát, és mindig Istennek a kegyelme itt van a Földön. Amen. Sőt, azt írja, hogy figyel minket a Földön, nézi minden cselekedeteinket. A gondolnánk, hogy akkor a felmelegedést ő idézte elő? Nem. Egyszerűen vannak időszakok, ciklikus időszakok, ami ma, azt írja a Biblia, ami ma van, az már volt, és az még lenni fog. Csak azért mondtam, hogy az emberek a körülményei változtak meg, az ember ugyanúgy éli az életét, és ugyanúgy megy tovább, ahogy eddig. És, és nem élünk más időket, csak a körülmények változtak meg. Ugyanúgy házasodunk, ugyanúgy szeretünk, ugyanúgy gyerekeink lesznek, ugyanúgy minden ugyanaz, ugyanúgy emberként éljük ezen a földön, csak a körülmények lettek ö, 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 jobbak. És hányan mondják, hogy ez a hit bolondság? Ah, valóban az, ha jól megnézzük, a Biblia, Biblia azt írja, hogy a hit az egy bolondság. Tehát ha valakit bolondnak neveznek, mert hisz, akkor elmondom, nagyon jó úton vagy, és így tovább. Mert ha elkezdesz nagyon normális lenni, akkor már nem tudsz figyelni az Istenre. Inkább legyél bolond, és hallgatod az Istent. Sokkal jobb, mint hogy az ember a, a, a nagy világ bölcsességét... Hát mi ma igaz, holnap már nem igaz. Hofi mondta, lement, elolvasta az újságot, és délután már nem volt igaz. És neki is igaza volt, mert tényleg úgy van, hogy ha megnézed reggel a híreket, és délután már teljesen mást mondanak. Hát nézzetek meg a Covid is, mikor bejött, mekkora szenzáció volt, meddig tartott, Jött egy háború, és mindenki meggyógyult. Tehát azért mondom, hogy ilyen egyszerű az egész. Tehát, hogy, hogy ilyen hama, kialakult, tehát semmi nem igaz. Ugye nehogy ilyen hidd, amit a Google ír, hogy ezt írta, meg azt írta. Már holnap nem igaz. Eddig azt mondták, együnk margarint. Most azt mondják, nem jó, együnk vajat. Most nem jó a tej. Már, azt is állítják, hogy a tehén kibocsátja a meleget, és azért melegszik fel az éghajlat. Hát most gondoljatok bele, hány hülye őrült van. Aki olyanokat állít, hogy le kell vágni a teheneket, mert melegíti a földet. Holnap után azt fogják mondani, hogy őjük meg felét az emberiségnek, mert hőkibocsájtó hatása van. És ezt el fogják hinni bizonyos emberek, és azt fogják mondani, hogy csináljuk így. Tehát a múltkor, hogy olvastam a Bibliát, arra gondolkoztam, hogy Uram, hát mi lett teve a Föld? most tényleg én is felraktam ezt a kérdést, hogy mi lett -e ezen, ezen, a Földön, hogy hogy, hogy minden, és hogy le, milyen szépen le van írva a Bibliában, hogy kéne éljünk. Szeretettel, toleranciával, boldogan, jókedvel. Ez mind nincs meg a világban. Ez mind, mind elfogyott a világból, olyan, mint a fagygal telolvadt. Hát, és, és olyan szépen, az emberek nem ezt nézik, nem, nem, nem a központ Isten igéje, mert amíg az volt a központ, a világ elkezdett fejlődni. Ahhoz, hogy itt tartunk, ez neki köszönhető, hogy azok az emberek, akik sok mindent kitaláltak, Isten átadott nekik, az ő útján jártak, és sokszor csodálkoztak, hogy is találták ki. De a mai világban én azt látom, hogy, hogy sokszor nem lehet megérteni, hogy mennyi bolondságot találnak ki. Az egyik politikus nemrég azt mondta, most már egy eszembe jutott, hogy a. a hát mindegy, hogy atombomba vagy klímafelmelegedés, ugyanúgy megváltozik az éghajlat. Hát az igaz, mondjuk. Hogyne? Még 5 fokkal többet kibírnék, és meg nem is lenne probléma. De sugárzásban napozni nem lenne olyan nagyon jó. Tehát, hogy azon, hogy ilyen emberek vezetik a világpolitikát, hogy párhuzamot hoznak egy atombomba és az időjárás között. És akkor azt kérdezzük, hogy, hüha, biztos, hogy ebbe a világban élünk sokszor. Mert tényleg sokszor olyan őkörségeket tudnak állítani, hogy, és, és ezek vezetők. A képzeljétek el, akkor akik követik, milyenek. És azt írja a Biblia, hogy, hogy igazából hagyjuk és maradjunk meg Isten hűségében és ne úgy éljünk, mint ahogy éltek Jeruzsálemben, hogy nem, nem, nem figyeltek oda Istennek az intésére. És nagyon sokszor az emberek tévejegnek. Tehát el vannak szállva, hogy szokták mondani maguktól, nem tudják, hogy, hogy, hogy igazából nem jó úton járnak, és, és, és téves, úton, téves, úton, járnak, és úgy gondolkoznak. És a keresztényeknek mondja a Galata 6-7, hogy ne tévejegjetek, Isten nem csufultatik meg, mert amit vett az ember, azt aratja. Mert aki vet az ő testének, testéből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Ez azt mondjuk, hogy ugyanúgy megint feltűnik, hogy veszedelmet tud az ember saját magának. Tehát az a veszedelem folyamatosan benne van az emberi életbe, hogyha az ember amit arat, amit, amit vet, ahogy az ember, ahogy él, ahogy vet, ahogy igazodik, vagy Isten igéhez, vagy ez a világhoz, vagy azt fogja learatni, és annak, annak a gyümölcsét fogja majd megenni. Mert azt látjuk, hogy, hogy, veszedelmet arat, aki a testnek arat, aki csak arra gondol, hogy csak éljünk jól, ihaj, és sose halunk meg, hova megyünk kirándulni, hova nem megyünk kirándulni. Nagyon sokan nem mennek kirándulni, és nem jönnek haza. Eljönnek kirándulni, és hazajönnek csak dobozba. Tehát semmi, semmi nincs úgy, hogy az ember úgy gondolja, hogy, hogy nem történhetik semmi. De bármikor, és az ember mindig készen kell legyen hogyha ma azt írja a Biblia, ma elkéri Isten a lelkedet, bocsánat, elnézést, ha elkéri a lelkünket, akkor készen legyünk. Akkor tudjuk azt mondani, hogy hűségesek voltunk Istenhez. Tudjuk azt mondani, hogy Isten azt fogja mondani, jövel hűséges szolgám. Tehát így kell éljünk, mint ahogy a rekabiták megtartották Isten beszédjét, és úgy is éltek. És úgy is éltek a gyerekeik is, mert amikor mutatták volna, hát most nem mutatták volna, már beívtak az Isten házába. Ilyen nagy megtiszteltetés ért minket ha már itt vagyunk a szentek szentjéni, és megkiráltak borra, hát Isten mondta, mondhatták volna, hát már azt mondta a profita, hogy ígyünk bort, hát hogy ne? Hát most képzeld de azért, azért tett fel ezt a kérdést, hogy te nem is szó, de utána azt mondja, mondjuk, most nem mondok nevet, mert nem akarok, hogy így áll bort, lehet azt mondani, hát megkóstoljuk, el, ő mondta, Isten se arrakszik, meg itt vagyunk a házában, ők mondták. De nem, akkor is azt mondták, hogy nem. Tehát ellene tudtak állni a kísértésnek, és ez egy érdekes dolog, még a legtöbb ember a legkisebb kísértésnél elbukik, és akkor azt mondja, ó, hogy buktam el, már megint elbuktam. Már voltál ilyen helyzetben? Én sokszor voltam, ó, uram, hát századszor bocsánatot, uram, bocsáss meg, már megint. Én nem, nem nagy bűre gondolok, de valamit, amit nem akartam, és mégis megint elkövettem. Nem akartam, mégis megint elkövettem. Miért? Mert, mert igazából az ember ilyen. És Izrael tudjuk ebből, és amíg még azt akartam elmondani, hogy a következmény mindig learatja az ember hajó, ha rossz. Ezt tudni kell. Dávidnak is Isten megbocsájtott, azt mondta, semmi baj, fiam, amit csináltál, megbocsájtok, de a következményt nem nézte el Dávidnak se. És ettől érdekes Isten, hogy ő nem, ö, nem ki a Biblia, csak a jó történeteket, hanem benne hagyta azt is, hogy tanuljunk belőle, hogy ha Dávid, aki Isten szíve szerinti való ember volt, nem tudta elkerülni a következményt, akkor hidd el, hogy senki nem tudja elkerülni mi is Isten szíves szerint való emberek vagyunk, én biztos vagyok benne. Én csak úgy mondom, hogy Dávidhoz viszonyítva. És nem tudta elkerülni Dávid, és a következményét learatta. Úgyhogy egy keresztény nem mondja azt, hogy hát de megtérek, Isten megbocsájt. Ez nem így működik. Ezt meg kell gondolni. Tehát nem, 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 lehet, nem lehet ebből folyamatos visszatérés, hogy hát de így Isten úgy is megbocsájt, Isten úgy is megbocsájt. Mindennek következménye van, és ezt meg kell tanuljuk, hogy amit, amit, amit elkövettünk, azt le kell aratni. És Izrael a veszedelmet nem kerülte el, és a nagy részét a népnek Babilonban vitték fogságba. És Isten a, a, a rékabitáknak nem a, az erkölcsi teljesítményet nézte, hanem a hűségét. Ők is biztos, hogy tévedtek. Biztos, hogy volt hibájuk. Biztos, hogy nem mindent úgy csináltak de mégis a hűséget Isten diazta, és ezt az engedelmességet, és ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez a kettő fontos. Jézus is azt írja, hogy engedelmes volt a keresztfa haláláig. Mondta ő is, ha uram, ha lehet, múljon el, de azt látjuk, hogy bármi is történt, Jézus is engedelmes volt egészen addig, egészen, amikor azt mondta, hogy uram, bevégeztetett. Mert ugye az engedetlenségről nem is, nem is nagyon szeretnék beszélni, nem is merek beszélni, mi vár azokra az emberekre, akik engedetlenek. Mert, mert tényleg az engedetlen fiaira hát nem, sok, nem sok jó jövő vár, de csak mondok egy-két példát mégis azért, hogy úgy érzékeljem, hogy, hogy a Noé, idő, előtti korban Isten várt türelmesen. Hozzájuk is nagyon-nagyon kegyelmes volt, várt. De azt tudjuk, hogy eljött a béketűrésének, egyszer eljött, a, azt mondta, kész, ennyi volt, többet nincs. És akkor utána jött az özönvíz, és azt látjuk, hogy ott is eljött a veszedelem, elpusztult minden. A kalaneus népek után, ahol aho aho be bement aztán Izrael, 400 évet várt. 400 évet szenvedett azért Izrael fogságba, hogy azok még türelmesek legyenek. Azt, hogy a fiam még várja picit, most a mennybe is sokan mondják, hogy akik ugye mártír halált haltak, hogy Uram, de mikor, de mikor fogod megbosszulni? És az Isten türelmesen vár. Most is vár. Vár azokért, akik még nem ismerték meg az ő kegyelmét. Vár azokra, akik még nem tapasztalták meg a hűségét. Mert Isten annyira hűséges, hogy azt írja az Ige, hogy ö, ö, pajzs és páncél az ő hűsége. Tehát Isten mindig hűséges, minden körülmények között. Itt Isten soha nem volt hűtlen. És pont ezt várja el az embertől is, a hűséget. Légy hűséges. Ez nagyon fontos tényező, hogy hűségesek legyünk. És, és a kananéus népek, azt láttam, hogy a 400 évét végigvárta, és végmenteket egy csomó olyan dolgon, olyan dolgokat követtek el, amit, amit ha most te meglátnál, biztos, hogy te is elmennél és kinyilád az egészet azt látod, hogy én fogom megölni az egészek, amiket elkövettek. De Isten rájuk is várt. De jött egy nap, amikor ez, ez beteljesedett. És, és, azoknak, akik engedetlenek, azt írja a Biblia, hogy örökké száműzik az Úr elől. Tehát az engedetleneket. Nincs nekik bejutásuk. De a hűséges emberi azt mondja, hogy a jelenések 2.10. Maradj hűséges, mint halálig, és neked adom az örök élet koszorúját mind halálig kell. Nem úgy, hogy hűséges legyünk ma, vagy 5 évig, vagy 10 évig. A rékapiták nem 5-10 évet voltak hűségesek, 230 évig eddig a történetig. És a hűség ezt jelenti, hogy folyamatosan, mert megéri azért a koszorúért, azért a koronáért, amit elrakott nekünk az Úr. És ezért kell hűségesek legyünk, mert ez a földi élet, ez egy múlandó élet. Ma van, az ember ma van, hát nézzétek, úgy telik az, az idő, főleg most, nem tudom miért gyorsult annyira fel, hogy hétfő, szombat, új év, karácsony, megint húsvét, tehát így, így forog, volt egy olyan, hogy álljanak meg, hogy szállják ki a világból, mert ez ilyen, olyan gyorsan pörök, hogy már nem lehet, szinte el van az ember szédülve, hogy hova megy ez a világ ilyen gyorsan. De a hűséget Isten értékeli. Ez fontos, hogy hűségesek legyünk Istenhez, és emberekhez is. Sokan azt gondolják, hogy én a drága jó Istennel jól vagyok. Az nem elég. Hűségesekkel legyünk vezetőinkhez, családtagjainkhoz. Gyerekeinkhez, barátságokhoz, az egyházhoz, mindenkihez hűséges kell lenni. Nem úgy van, hogy a drága jó és tehez hűséges vagyok, ha nem látja, hanem mindenkihez hűséges kell lenni. És ezért nagyon fontos, ez egy, ez egy gyümölcs, egy érték egy embernél a hűséges ember. A legtöbbször azt látod, hogy az emberek hűtlenek. A keresztény világban semmi sem áll rosszabbul, mint a hűtlenség. Amikor, amikor számítasz rá, és ő hűtlen. Amikor számítasz rá, és ő, ő hátat fordít amikor számítasz rá, hogy meg fog beszélni. Ezek hűtlenségi dolgok, ez nem fér bele az egyházba. Ez egy gyümölcs a szeretet mellett, ott van a hűség is. És amelyik ezt az ember nem érti meg, hogy nem csak Istennel kell, hanem a rékabiták nem csak Istenhez voltak hűségesek, hanem nagyapjukhoz, az ősapjukhoz is. Tehát minden emberhez kell hűséges lenni, mind Istenhez, mind a két viszintes és a függőleges kapcsolatunk ezen kell alapuljon. Mert ha az emberben hiányzik a hűség, akkor mit ér az egész? Te megbízle egy olyan emberbe, aki nem hűséges? Hónap árul. Ráépítelid az életedet olyan emberre, aki nem hűséges? Nem. Tehát ezért Isten is azt várja, hogy hűségesek legyünk, mert, mert ez szám... És látjátok, hogy azt írja a Biblia, azt olvastuk, hogy számot tartott a rekabitákról, pont azért, mert hűségesek voltak, és nem értette az úr, hogy miért. Miért embernek hűségesek, és nekem nem hűséges az én népem? Miért? Miért van az, hogy egy embernek, és sokszor az emberek, tudod kihez hűségesek? Pont akihez nem kéne legyenek hűségesek. Olyan politikai célokhoz, olyan gazdasági dolgokhoz hűségesek, ami egyszerűen nem számítani, Istenhez kell hűséges lenni, és én hiszem, hogy Isten ezeket a dolgokat mind fogja számítani. És amikor amikor eljön az a nap, hogy az ember el kell mennie, eljön ez a nap mindenkinek. Ezt tudom, hogy sokan szeretnének örökké élni, fognak is, csak nem itt. A Földön nem lehet örökké élni a Földön van egy idő, és az, amikor klik, klop, letelik, akkor, akkor, el kell menni. És amikor el kell menni, van, van egy probléma. Bármint a kettő. Az egyik, ha azt mondja az úr, hogy nem ismerlek távoz tőle, az nem jó probléma. Az nem jó. De azt mondja, hogy jövel hűséges szolgám, gyere be az én nyugodalmamba, na erre egy úrunk, ezért kell hűségesek legyünk itt a földi életbe, hogy ezt, amikor eljön az az idő, akkor azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy hűségesek voltunk hozzá. Elképzelted azt, hogy milyen lesz, amikor megállsz majd az Úr előtt? Én elképzeltem sokszor, hogy nem fogok megállni. Hát még Balotöp pál megállt, ő is meg János is. Nem nagyon tudott magáról, de hidd el, amikor körülövez a nagy szeretet, akkor megérte az egész föld életünket hűséges lenni. Amikor majd ki fog áradni az Úrnak a dicsősége, és az fogjuk érezni, na az lesz aztán megelevenítő érzés. Akkor már nem fogod érezni sem az, hogy beteg vagy, többet semmi ilyen nem lesz az életünkbe. Ez az érzés teljesen kifog az úrnak a dicsőségébe, azt fogod érezni, hogy egyre feljebb és feljebb repülni akarsz, szárnyolni akarsz, és ezért megéri hűséges lenni, megéri Isten útján járni, és megéri megtartani a Bibliát, nem úgy, ahogy sokan mondják, hogy hát most nem lehet megtartani a Bibliát, nem, aki nem akarja de aki akarja, az meg tudja tartani most is Isten beszédjét. És ez nagyon fontos, hogy mert, mert, az Úrnak minden szava és minden cselekedete hűséges az Úrnak. Ő egy hűséges Isten. És mi hűséges gyerekekkel, hogy legyünk, hogy tudjunk járni úgy, ahogy ő elvárja tőlünk. És én, én nekem megmondom őszintén, pont egyszer repülőn utaztam, amikor ezt az igét adta a rékabitáktól az Úr, és mondtam, fú, micsoda üzenet milyen jó dolog, hogy, hogy, mennyire fontos hűséges lenni. Annyira tényleg úgy, úgy megcsapott, hogy milyen, milyen nagy dolog az, hogy, hogy sok embernek megvan a lehetősége, hogy ilyen Isten jelenlétébe, és sokszor nézzük, hogy hol vannak, itt kéne legyenek. Milyen jó lenne, ha itt lennének. Milyen jó lenne, ha hűségesek lennének. Milyen jól nem vitte volna el bizonyos olyan tényező, a, 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 sokszor a sértődés, sokszor különféle dolgok, hanem itt lenne az Úrnak a kegyelmébe. És ez jelenti, aki mindvégig kitart, aki mindvégig hűséges, az kapja meg a koronát. És ezért nagyon fontos, hogy magunkba ezt tápláljuk be, hogy ha ezek az emberek, a rékabiták tudtak engedelmeskedni az ősatjuknak, akkor mi, hozzánk, minden szombaton szól, a szól az Úr. Minden szombaton úgy megyünk haza, hogy telve a szívünk az Úrnak az örömébe. Minden szombaton úgy megyünk haza, hogy szólt az Úr hozzánk. Hogy, hogy azt akarja, hogy, hogy jó legyen dolgunk akkor mennyivel fontosabb, hogy mi korán szólt, és mi itt vagyunk most, még, e, még az elején hogy halljuk Istennek a hangját. Mert, mert ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ezt megtapasztaljuk. És azt mondja a, a, a legvégén, hogy ugye azt mondja a Seregek Ura, mert meghallgatták a Joladábbnak, a Rékább fiának, tehát ö, ö, a Ezért nem fogyatkozik kell joladábnak a Rékább fiának maradéka, aki előttem álljon mindenkor. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy az úr előtt állunk, most is ott állunk, meg hónap is ott kellünk, a konyhába, a munkahelyen, hogy mindig az úrnak előtte kell legyünk, mert akkor vagyunk szem alatt. És ha szem alatt vagyunk, akkor jó dolgunk van. Egy gyerek is akkor van biztonságban, egy két-három éves gyerek, amikor a szüleinek a szem alatt, a szeme előtt van. Mert ha ott van, akármi történik, ha megbotlik, ha elesik, ha akármi van, utána kap és felemeli. Ugye nem engedsz egy két éves gyereket fejre esni, hanem mindent megtesz, hogy kifogjad. Na, Isten is azért jó, hogyha ő előtte vagy, az ő szem előtt vagy, hogy akármi történik, akármi hiba következik be, csak egy egy kis kövecske is, egy gyerekek kis kövecske is megbotolhat, hanem mindjárt kifogja. Mindjárt ott van, előtte áll, ott van. És, és, és ami a, a jó érem, így végez, végezetül, hogy Isten fia is folyamatosan szól hozzánk. Jézus azért hív, hogy, hogy ott legyünk mellette. Hogy azért hív, hogy, mint, mint gyereket hív. Édes fiam, édes lányom. Hív. Ahogy, ahogy hívta őket, hogy legyen, legyen ott Izrael Istennek a szeme előtt. És a réka fiai, utána én már nem olvastam többet a rékabitákról, de én hiszem, hogy most is vannak leszármazottjai, és most is az Úr előtt állnak. Amen. Az Úr áldjon meg, ezt szerettem volna átadni. Kicsőség az Úrnak. Halleluja. Egy, egy ígével szeretném bezárni ezt az üzenetet, a idézve volt, de fel is a jelenésekből. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, ímja a sátán egy néhány a ti közületek több fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ámen! Hányan érzitek a hűségnek a fontosságát? Ma egy nagyon hűtlen világban élünk, nem a világ terméke, de a szent a gyümölcse továbbra is. És arra szer egy imába szeretnének bevezetni, hogy még jobban elkötelezzük magunkat Isten fele, egymás fele, Isten országa fele. Jó dolog hűségesnek lenni. tudod, mi a jó? azt mondja az hogy amikor majd jön az Úr vissza, tudod, mit kit fog keresni? Hogy talál-e hűséges. Mondja, hogy jól vagyon, hű szolgám. Kevesen voltál hű, tehát vannak hibáid még, van mit tenni, de hűséges voltál. Legyél hűséges azon, amin vagy, Isten többre fog bízni. Kérlek, álljatok fel, és mondjuk közösen egy hűségnyilatkozatot Isten fele főként. Menjél, atyám! Köszönöm, hogy te hűséges vagy hozzám. Megalázom a szívem. És meghallottam a te hangodat. És elkötelezem magam. Újra és újra. Melletted. És Uram, adjad nekem ezt a szívet, amiről a te ígéd beszél. Életem végéig, mint hűséged, Hűségben akarok élni, hűségben irántad, az egyház iránt, testvéreim iránt, házastársam iránt, barátaim iránt, munkáltatom iránt, barátaim iránt, embertársaim iránt. Köszönöm neked, Uram, a hűséget, és azt akarom, hogy amikor visszajössz, találj bennem hűséget. Én most megtagadok a hűtlenségnek minden formáját, hogy nyomorúságok között is hűséges ember tudjak maradni. A Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsérjük az Urat!